Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Különleges akcióval, szelektív szombattal várja ügyfeleit hétvégén a megyei hulladékkezelő vállalat. Erről is szó esik a mai műsorban. Nézzük a kínálatot. Szelektív szombat, különleges akcióval várja ügyfeleit a hulladékkezelő cég. Agrárfórum Balkányban támogatásokról és tervekről esett szó. Zöld busz program, környezetbarát jármű közlekedik Nyíregyházán. Különleges akcióval, szelektív szombattal várja ügyfeleit hétvégén az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Vendégem a cég ügyvezetője Éberhard Gábor. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, köszönöm szépen a meghívásunkat. Érdekes a neve is, hogy szelektív szombat. Nyilván itt a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban szólítják meg a ügyfeleiket, a városlakókat. Pontosan mivel, mi a célja a rendezvénynek? Igen. Én már 13. alkalommal kerül megrendezésre Nyíregyházan a szelektív szombat. Történetesen ez a városnapok keretében Nyíregyháza megyei jogú város támogatásával valósul meg. Ugye ennek a fő célja a lakosság szemléletformálása abba az irányba, hogy lehetőleg minél kevesebb legyen az a hulladék, ami véglegesen a úgymond a szemétbe kerül, tehát nem újrahasznosításra, és minél több legyen az, amelyet megfelelő módszerekkel újrahasznosítani tudunk, és a gazdaság körforgásában újra részt vehet. Mennyire jellemző Nyíregyházán az, hogy élnek ezzel a lehetőséggel? Mennyire gyűjtik szelektíven a szemetet a városlakók? Válaszuk ezt két részre. Először is én úgy gondolom, hogy a megfelelő infrastruktúra az adott a városlakók számára. Értem ez alatt, hogy a családi házas övezetekben gyakorlatilag három különböző színű és különböző funkciójú hulladékgyűjtő edény férhető hozzá mindenki számára. Zöld hulladék, vegyes hulladék és a szelektív sárga-kék hulladék gyűjtésére szolgáló edény, illetve Nyíregyházán adott két hulladék gyűjtő udvarunk is, amelyet szabadon használhatnak az itt élők, illetve a megyében lévők. Tehát én úgy gondolom, hogy az infrastruktúra része az adott. Ugyanakkor a városlakók részt vesznek a szelektív gyűjtésbe, de valljuk meg őszintén, van még olyan szint, ahova fejlődhetünk ember. Különös tekintettel például a társasházi övezetekben elhelyezett hulladékgyűjtő szigetek használatára. Egyrészt szükséges egy minőségi fejlődés, megfelelő hulladékok megfelelő edénybe helyezésével, másrészt mindenképpen szükséges a jövőben egy mennyiségi növekedés is a szelektív hulladékok irányába. Kicsit segítsen benne, az ember azt nagyjából tudja, hogy mondjuk a konyhai maradék, az biztos, hogy nem szelektív, az ugye megy a rendesbe. Most még. Két éven belül gyakorlatilag a konyhai maradékra is szelektív hulladékgyűjtést kellene bevezetni a jelenlegi jogi szabályozás szerint, de azért úgy gondolom ettől még elég távol állunk, tehát hogyha ez valóban be kell vezetnünk, az gyökeres változtatásokat igényel. Mi az, amit a szelektívbe lehet dobni? Mindenki, minden szelektív gyűjtő edényre szépen felmatricázzuk, hogy mit lehet beletenni. A gyűjtőedényben leginkább a csomagolási hulladékokat várjuk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy szelektív hulladékgyűjtőedény, akkor a csomagolási szelektív hulladékokról beszélünk. Kartondobozok, szóróanyagok, újságok, italos kartonok, PET palackok, mosószeres flakonok, illetve fémből készült dobozok és üdítős dobozok és kartonok. Tehát üvegek nem például. Üvegek nem, tehát üveget semmiképpen ne rakjunk bele a szelektív gyűjtőbe, ugyanis azt tudni kell, hogy ezek a hulladékok a begyűjtést követően még kézi válogatásra is kerülnek, tehát az roppant baleset veszélyes lenne, mivel az üveg az összetörik benne, balesetet okozhat. Tehát üveget semmiképp ne tegyünk bele. Ne rakjunk bele továbbá olyan anyagokat, amely nem csomagolási hulladék. Többször előfordult már, hogy autó lökhárító volt benne, mint műanyag hulladék, összetört kerti szék, kiselejtezett kerti úszómedence. Tehát rendben van, hogy ezek az anyagok műanyagból készültek, de legtöbb esetben nem újrahasznosíthatóak, illetve nem azzal a technológiával válogathatóak, amivel mi rendelkezünk. Az ilyen hulladékokra, ami műanyagból készült esetleg, vagy papírból készült, de meghaladja a gyűjtőedény méretét, illetve nem csomagolási hulladék, arra kérjük a városlakókat, hogy a két hulladékgyűjtő udvarunkba helyezzék el, oda vigyék be, ingyenesen leadhatóak ezek a hulladékok.
Akkor kicsit beszéljünk a szelektív szombatról, mit tapasztalnak majd a városlakók, hogyha kilátogatnak a Kossuth térre? Ugye, ahogy mondom, nem első alkalommal kerül ez megrendezésre, valamilyen szinten ismert forgatókönyv szerint némi meglepetéssel készülünk azért erre a napra. A nap folyamán különböző szelektív hulladékgyűjtéssel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos szellem, illetve gyakorlati vetélkedőkön vehetnek részt az oda benevező családok, illetve egyének, illetve a napot színesítik. Táncegyüttesek, zenei együttesek, fellépők. Tehát egy kellemes, hogy úgy mondom, családi szombat részese lehet, aki ellátogat erre a rendezvényre. Szemetet vinni kell magunkkal, hogy megyünk? Nem, lehetőleg minél kevesebb hulladékot vigyünk és termeljünk. Ugye, illetve eleve ez lesz a célja ennek a napnak, hogy bemutassuk például a kreatív sarok vagy kreatív kuckó részében, hogy a már hulladékká vált anyagokból, eszközökből is milyen akár dísztárgyak, ékszerek készíthetőek, és nem feltétlenül kell azt a vegyes hulladékba dobni, hanem az még újjá élethet valamilyen új funkcióval. Állandó vitát képez az, hogyha vannak szelektív szigetek a városban, már pedig azért van egy-két hely, ahol ezeket el lehet helyezni, hogy az most jó vagy rossz dolog, mert általában egy szelektív sziget mellé kitesznek olyan szemetet is, ami nem odavaló, és akkor egy ilyen szemét szigetté válik. Igen. Én úgy gondolom, hogy alapvetően ez mindenképp jó megoldás, és mindenképp követendő megoldás, csak sokszor az emberek egy hányadának van annak a használatával problémája. Szoktam mondani, hogy mondjuk az használó 90%-a teljesen jogszabálykövetően logikusan jár el, de az a renitens 10% a másik 90% munkáját is tönkreteszi. Tehát amikor egy nem megfelelő hulladékot beledobnak mondjuk egy papírgyűjtő konténerbe, egy olyan ételmaradékot, vagy bármit, ami az egészet elszennyezi, azzal gyakorlatilag a többi embernek az erőfeszítését tette tönkre. Illetve amikor már nem fér bele az adott hulladékgyűjtő szigetbe, nem fér bele, fogalmazzunk így, akkor mellette helyeznek el, és akár még nem is szelektív hulladékokat, az semmiképpen sem lehet követendő példa. Tehát én úgy gondolom, hogy ha megfelelően használjuk, akkor ezekre a szelektív szigetekre igenis szükség van, és igyekezzen mindenki a rendeltetésének megfelelően használni ezeket. Van még egy hulladékfajta, amivel kapcsolatban most sokat foglalkoztunk, ez a használt sütőolaj vagy étolaj. Igen. Önöknél is el lehet ezt helyezni, mert ugye MOL kutra most már elég sokra el lehet vinni. Mióta a Nyíregyházán a két hulladékudvar működik, a hulladékudvarokban mindig is leadható volt a használt sütőolaj. Mi ezt tudtuk tenni a cél érdekében. Az az igazság, hogy most már ennek a szelektív sütőolajnak gyakorlatilag gazdasági szerepe és haszna is van, így a szereplők száma is megnőtt, aki ezeket a olajokat visszagyűjti. Lehetnek itt jogértelmezési különbségek, viták, hogy ki gyűjtheti, hol gyűjtheti, mennyire gyűjtheti. Minden esetre az látható, hogy a magyar kőolaj szolgáltató cégtől kezdve különböző üzletláncok is látnak ebbe fantáziát és gyűjtik. Én úgy gondolom, hogy abból a szempontból ez mindenképp jó dolog, hogy egyre több helyen leadható. Minden esetre nagy munka lesz egy ilyen mennyiségű gyűjtőpontot tisztán és rendben tartani. Ja, nem csak a megyeszékhelyen szolgáltatnak, hanem a megyeszerte nagyon sok településen. Mondhatni az összes településen. Mi a tapasztalat? A kisebb településen tudatosabban gyűjtik a szemetet, vagy kevésbé tudatosabban? Mit tapasztal? Azt tisztán kell látnunk, kisebb településeken valószínű ez a vásárló erőből is fakadhat, kevesebb szelektív hulladék mennyiség keletkezik, illetve eleve kevesebb a vegyes hulladék mennyisége is, mint a nagyobb városok esetében. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy a kis településeken nagyon tudatosan végzik ezt a szelektív hulladékgyűjtést. Azért azt elmondom, hogy számokkal is alátámasszuk ezt, hogy van még hová fejlődnünk. A teljes megye területéről durván olyan 100-110 ezer tonna vegyes hulladékot gyűjtünk be évente, ami nem kevés, ha azt mondjuk, hogy egy személyautó tömege például 1000 kg durván, tehát 110 ezer tonnát, a szelektív hulladék mennyisége pedig olyan 10-15 ezer tonna közé esik éves szinten, tehát nagyon durván azt lehet mondani, hogy egy 10%-a kerül szelektíven begyűjtésre, és még abból is a válogatás során majdnem 50% az, ami újrahasznosításra alkalmatlan. És még az uniós átlag mennyi? Az uniós átlag, hát nem szeretnék ilyen Németországgal például, mert ott ilyen 60-70%-ot is eléri ez az arány.
előbb-utóbb nekünk is el kell érnünk ezt, azt például a műanyagok esetében a 65%-ot el kell érni 2 éven belül. Tehát lesz még ezzel elég komoly tennivaló. Oda szeretnék visszakanyarodni, hogy én úgy gondolom, hogy a lehetőség, az infrastruktúra adott, minél tudatosabban kell használni, és ennek a tudatosságnak alakítására is szolgál. Például ez a szelektív szombatrendezvényünk. Ahol nyilván nem csak nyíregyháziak vehetnek részt. Természetesen ez a megye számára, vagy bárki számára nyitott ez a lehetőség. A múlt évben adtánk át Máté Szalkán a hulladékudvart. Hasonló fejlesztés esetleg a idei tervek között szerepel? Társaságunk esetében nem, országos hatáskörrel rendelkező cégnek van még ilyen fejlesztési célja, de nagy valószínűséggel az a 2022-es évben nem fog megvalósulni. Mert gondolom, hogy szükség lenne esetleg még több ilyen udvarra is, ahova mondjuk a egyébként ki nem dobható igen. Természetesen azt látni kell, hogy ezt olyan helyen úgymond érdemes telepíteni, ahol megfelelő lakosságszám könnyen eléri ezt a hulladékudvart. Mert ezek nagy kapacitással bírnak, tehát városok közelébe érdemes ezt telepíteni városokba. Még egy fontos dolgot hagyd mondjak el, Nyíregyháza Kerék utcán található a újrahasználati és tájékoztatási központunk, és mindenkit bátorítok arra, hogy az olyan tárgyakat, akár díszek, bútorok, használati tárgyak, ruhák, amit ő már otthon megunt vagy nem használ, de még jó állapotban van, hozza be oda, ingyenesen leadhatja, és mások, akik esetleg ilyen tárgyakban örömüket lelik, vagy éppen rászorultak, azt egy jelképes díj fejében onnan hazavihetik. Tehát szokták mondani, hogy a hulladékgazdálkodás legmagasabb és a legpozitívabb ága a újrahasználat, ezzel gyakorlatilag azt valósítjuk meg. És ezt használják egyébként? Tehát sokan nézelődnek? Azt túlzás, hogy sokan, de igen, vannak nézelődő könyveket, használati tárgyakat, tehát van benne. Én javaslom mindenkinek, hogy még akár egy családi program is lehet, ha már úgyis valamilyen célból mennek a hulladékudvarba, akkor ezt az újrahasználati központot is mindenképp javaslom megnézni. Különösen úgy, hogy különböző ismeretterjesztő anyagokat is állítottunk ki a falon, tehát nagyon érdekes piktogramok, döntési mechanizmusok vázlata követhető végig. Egy kis kérdés még csak a végére. Hányra mehetnek szombaton a városlakók a Kossuth térre? Mikor kezdődnek a programok? 9 órától kezdődnek a programjaink, és gyakorlatilag egész nap tartanak. Azt olvastam, hogy este pedig az LGT sztárjaival is lehet találkozni, hatalmas koncert lesz, azt gondolom sokáig. Igen, az záró koncert az a LGT Zenevonat című koncertje lesz. Hatalmas házi buli. Így van, honlapunkon minden szükséges tudnivaló program hozzáférhető, aktuális időpontokkal, tudnivalókkal. Igazgató, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az orosz-ukrán háború miatt enyhített az Európai Unió a közös agrárpolitika feltételrendszerén. Ezekről a változtatásokról és a jövő évtől kezdődő fejlesztési időszak megnövekedett támogatásairól tartottak előadás Balkányban a térség gazdáinak. A fórumon elhangzott, a következő években minden eddiginél nagyobb forráshoz jut az ágazat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében így végre a vízpótláshoz szükséges fejlesztések is megvalósulhatnak. Kerecsen József járt Balkányban. Mezőgazdasági vállalkozók és szakemberek töltötték meg csütörtökön kora este a Balkányi Művelődési Házat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete az aktuális pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást a térség gazdáinak. Emellett szóltak arról is, hogy az orosz-ukrán háború miatt az Európai Unió lazított a közös agrárpolitika feltételrendszerén. A termelők így nagyobb figyelmet fordíthatnak arra, hogy biztos legyen az élelmiszer előállítás a Kárpát-medencében. A legfontosabb kérdésnek tartjuk azt, hogy a közös agrárpolitikában megváltoznak azok a feltételek, ami tervezett volt, ami koncepciót, stratégiát leadtunk ott a decemberi hónapban. Ezt felborította ez a háborús helyzet, ami a szomszéd országban zajlik, és ennek a hírnek hallatán úgy tűnik, hogy félelemet keltett a gazdálkodók, illetve a lakosság körében az, hogy élelmiszerhiány lehet, és nagyon helyesen a közös agrárpolitika döntéshozói egy kicsit lazítanak azon a feltételrendszeren, amit felállítottak itt az zöldítésnek a nagyfokú figyelembevételén. Gondolom, hogy ez sok mindenkit érint, és ebben olyan lazítások jöhetnek, hogy nem kell a 10%-ot pihentetni, illetve a bioba 25%-ot elvinni, hanem olyan rendszer lesz ez
átmenetileg tűnik ebbe az évben, amikor a cél a minél nagyobb fokú élelmiszer előállítás, és ennek a lazításnak a menetét, törvényi szabályozását próbáljuk most az érintettekkel megbeszélni, illetve felhívni a figyelmüket arra, ami lehetőségek vannak, hogy mindenki számára a legoptimálisabb helyzetet tudja kihasználni. Magyarország 5 millió hektár termő és 2 millió hektár erdő területtel rendelkezik, így a hazai mezőgazdaság fejlesztésében meghatározó a közös agrárpolitika. Az új szabályrendszer 2021-es bevezetésének 2 éves elhalasztása azonban kedvező a magyar gazdák számára. A közös agrárpolitika az Magyarország számára meghatározó, hiszen egy olyan ország, ami 5 millió hektár termőterülete és 2 millió hektár erdővel rendelkezik, az nyilvánvalóan a saját fejlesztése szempontjából támaszkodik a közös agrárpolitikára. És hát igen, most egy reformot hajtunk végre. Ugye a mostani időszak, ami a 2 év, amiben most éppen topogunk, ez egy átmeneti időszak. A 7 éves időszak első 2 éve átmeneti év lesz. Ez egész egyszerűen azért van, mert Brüsszelben nem sikerült elég gyorsan jogszabályt hozni, ezért kénytelenek voltak átmeneti időszakot hirdetni. Ez azt jelenti, hogy már az új pénzt költjük, de a régi szabályok szerint. Ezt egyébként megjegyzem, ha alkalom Magyarországnak, ez nem baj, nekünk ez kifejezetten tetsző, hisz az újdonságok azok azért nem csak és kizárólag pozitív hozadékkal bírnak. Pláne úgy, hogy ebben az átmeneti időszakban már a megemelt társfinanszírozás mellett tudjuk költeni a régi szabályok szerint a forrásokat. Ugye jó reménység szerint az idei év közepére a stratégiai tervet Brüsszelben elfogadják, ebben az esetben jövő év január 1-től indulhat a program megvalósítása. Amit látunk, nagyságrendileg 3300 milliárd forint áll rendelkezésre majd az egyes pillérben, és egy 4300 milliós csomag a kettes pillérben. Ez együtt azért ez már egy nagyon combos összeg, ezt akár, hogy számoljuk, azért ez 7600 milliárd forint, ami egészen elképesztő, hogyha a korábbi fejlesztéseket nézzük, sőt, ha az Európai Unió korábbi bármelyik ország által alkalmazott megoldást nézzük, akkor is egy nagyon robosztus összeg. Most ez a forrástömeg arra elég, hogy a terület alapon kifizetendő támogatások azok biztosan nem csökkennek, jó reménység szerint hektára lebontva gazdálkodói szinten akár emelkedhetnek is, és hát a vidékfejlesztési programban pedig egy óriási forrásbőség áll majd előttünk. Ez azt fogja jelenteni, hogy minden 100 forintból, amit megnyerünk, legyen az egy AKG, egy ATK, egy kertészeti, egy élelmiszeripari beruházás, ott minden 100 forintból 80 forint hazai pénz, és csak 20 forint az uniós, úgyhogy kicsit ironikusan ezt már hívhatnánk hazai támogatásnak, nem is uniós támogatásnak, hisz Magyarország 4-szer annyi pénzt tesz hozzá, mint ami az unióból érkezik. De most rajtunk a sor, hogyha ez már rendelkezésre áll, akkor ezt költsük el bölcsen, felelősen, úgyhogy az valóban hosszú távú érdemi fejlesztéseket jelentsen, mert ez nem csak egy nagy lehetőség, hanem egy óriási felelősség is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a mi rendszerünkben is egy különleges megye, hiszen a 400 000 tagból 48 ezer ebben a megyében található falugazdászainknak is a nagy tömegeit dolgozik, reményeim szerint közmegelégedésre. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ágazat legyen az bármelyik, most esetünkben a mezőgazdaság, hogyha hosszú távon akar eredményes lenni, akkor jó árérték arányú termékeket kell előállítson, és az esetünkben ugye a mezőgazdaság szempontjából megbízható, az élelmiszer biztonság szempontjából a fogyasztók által kedvelt termékeket kell az asztalra képletesen és szószoros értelmében is letenni, és egész egyszerűen állni kell a versenyt, tudni kell olyan költségszinttel és olyan terméshozamokkal működni, ami a világ élvonalába emel bennünket. Én azt gondolom, hogy a technológiai fejlesztéseknek a forrástartalma megvan, és ugye az előbb mondtam, most a gazdákon a sor, hogy bebizonyítsák, hogy tudnak élni ezzel a lehetőséggel. A kormány a megújuló vidék, megújuló agrárium program által további 2800 milliárd forinttal segíti az ágazatot. Ennek köszönhetően a mezőgazdaság valamennyi szegmensében megnövekednek a támogatások. Az elmúlt időszak rendkívül izgalmas volt az agrárium tekintetében, hogy rendkívül sok pályázati lehetőséget biztosítottunk az agrárágazat minden szereplője számára. 80%-os társfinanszírozás rendelt hozzá Magyarország kormánya az uniós forrás mellé. Ez adja azt a rendkívüli lehetőséget, mely biztosítja az agrárium megújulását, fejlődését.
Itt az átmeneti időszakot éljük a vidékfejlesztési programban. Ez azt jelenti, hogy a 2020-ban véget ért program 2 évvel meghosszabbítva folytatásra került, és 2023-tól indul majd a közös agrárpolitikának az új stratégiai terve, mely egészen 2027-ig határozza meg az agrártámogatásoknak a feltételrendszerét. A mostani időszakban gyakorlatilag minden ágazat számára került jelentős mértékű forrás rendelkezésre állására, mint az állattenyésztés, a kertészet, az élelmiszeripar, de nem csak hagyományos beruházás típusú támogatásokban, hanem vidékfejlesztési támogatásokban részesültek az önkormányzatok utak létesítésére, mezőgazdasági külterületi utak, piacok megújítására és létesítésére. Igazán szerteágazó pályázati ciklusban vagyunk per pillanat benne. Az elmúlt másfél év időszakában több mint 1500 milliárd forint fejlesztési forrás állt az agrárium rendelkezésére. 23-tól egy új időszámítás kezdődik. Az agrárium megújulására további 2800 milliárd forintot meghaladó támogatás fog rendelkezésre állni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyik legfontosabb feladat a vízpótlás megoldása, aminek tervezését a Kamara megyei szervezete végzi. Erre is jelentős forrás áll rendelkezésre, mondta el Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője. Itt a Kamara rengeteget dolgozott a megyében, és én a hétköznapi munka mellett, amit ugye Rácz Imréjék végeztek, nyilván az országos vezetés segítségével, én azt díjaztam a legjobban, hogy volt erejük felvetni a vízpótlásnak az ügyét, ami egy fájó probléma, valljuk be őszintén, és végre valahára elindult a gondolkodás benne, és nem csak a gondolkodás indult el, hanem a tervezés is. Én ezt egy nagy eredménynek tartom, és még egyszer mondom, a napi munka mellett, mert ugye a mezőgazdasággal rengeteg gond, baj, túltermelési válság, piaci problémák, és a kamara szegről végről ezeket jól kezeli, segíti, és emellett pedig megfogalmazta ezt az elképzelést, és ezért is szeretnék mind a kamarának, mind pedig a munkában résztvevőknek, mármint akik részt vettek a vízpótlás tervezésében, megköszönni a nyírségi emberek nevében ezt a munkát és ezt a felvetést, mert itt a nyírség az szomjazik a vízre, és az a helyzet, hogyha ezt nem fogjuk megvalósítani, akkor rengeteg probléma adódik a mezőgazdaságból, rengeteg problémánk lesz. Úgyhogy én ezért is fontosnak tartom a kamarai választást, kedves gazdák, hogy tovább lépjünk ezen a megkezdett úton. A találkozón elhangzott, a termelők szezonja kedvezően indult. A tavasszal a térségben elvetett növények ugyanis az elmúlt hetekben elegendő csapadékot kaptak. Különlegesen környezetbarát busz járja két héten át Nyíregyháza utcáit. A zöld busz programban hívják fel a figyelmet az energiatakarékosságra. Nyíregyházán egyébként azt tervezi a Volán busz, hogy a jövőben egyre több elektromos buszt állít majd forgalomba. A két hétig itt közlekedő csuklós busz ingyen szállítja az utasokat. Kindrusz Emese járta bemutatón. Ez a csúcs technológiás elektromos csuklós busz érkezett Nyíregyházára. A járművet a következő két hétben próbálhatja ki az utazó közönség. Minden nap több helyi járatba beépítve találkozhatnak vele a nyíregyháziak. A felszállásnál jegyet váltani sem kell, ingyenesen utazhatnak az e-busszal az adott vonalon. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, a zöld busz program keretében a kormány 36 milliárd forint támogatást biztosít a következő 10 évben a helyi közösségi közlekedést ellátó önkormányzatok és közszolgáltatók részére. A programmal azt a célt segítik, hogy Magyarország 2050-re klímasemlegessé váljon. Azt vállaltuk csatlakozva az országos programhoz, ami ugye a köztársaság elnök úr kezdeményezésére indult, hogy 2030-ig 40%-ot csökkentjük a károsítóanyag kibocsátását.
rendszerváltást egy Nyíregyháza levegőjében. Hát ugye ennek egy nagyon fontos része a közlekedés, de már tettünk határozott lépéseket. Ugye 4 éve működik a gázüzemű buszflottánk, 41 busszal, ami már egy óriási eredmény volt, lecserélve a régi, már nagyon öreg dízeles buszokat, és most pedig nem véletlenül van itt mögöttünk az elektromos busz, mert arra készülünk, hogy a fennmaradó 39-et a közeljövőben ilyen elektromos buszokra tudnánk kiváltani. Az elektromos buszok ugye nem csak a levegőszennyezést csökkentik, hanem igazából a zaj szennyezést is, mert tulajdonképpen nincs hangjuk. A tájékoztatón elmondták, a járműflotta korszerűsítéséhez a telephely bővítése, fejlesztése is szükséges. A Nyíregyházán közlekedő 39 korszerűtlen jármű cseréje pedig több ütemben történhet majd. Ha nyerünk, első körben 21 darab szólóbusz fog érkezni. Bízom benne, hogy ez 2023 évvége, 2024 eleje. Ugye, ami nagyon fontos most a gyártásnak az átfutási ideje, illetve hát a töltőhálózat kiépítéséhez szükséges töltési infrastruktúra, hálózati elektromos áramkapacitásra biztosítása, ami sok időt vesz igénybe, és utána a következő az a 21 és 39 közötti különbség, amiben már elektromos csuklósbuszok is érkezhetnek. Ez azért fontos, mert elektromos csuklósbusz még Európában egy egyedülálló és most kipróbálás alatt álló technológia. Azt érdemes tudni róla, hogy egy ilyen nagyobb tömegű elektromos csuklósbusz tudjon menni, 6 tonna akkumulátor van a járművek tetején. Tehát olyan, mint a 6 autót rátenne az ember a jármű tetejére, azt a súlyt kell, többlet súlyt kell vinni, ráadásul a járműnek a felső részén, tehát ezt próbálni kell. És ez a próba zajlik itt most Nyíregyházán. Nyíregyháza a zöld buszprogram demonstrációs időszakának első részében is, első szakaszában is részes volt egy szóló busz kipróbálásával, most kipróbáljuk a csuklós buszt is, és megnézzük azt, hogy ezt milyen vonalakon, melyik járatokon lehet optimálisan üzemeltetni. A Volánbusz ZRT 2019 óta folyamatosan korszerűsíti a meglévő gépjármű flottáját. Volánbusz ZRT 2019 óta egy országos társaságként működik. 6000 buszunkkal Európa egyik legnagyobb autóbuszos szolgáltatója vagyunk. Ezt a 6000 buszt egyebekben 10200 autóbuszvezető kolléga üzemelteti. És hát ezzel a cégegységesítel egy nagy feladatot is kaptunk. Ez a feladat pedig az autóbusz megújítási program volt, melyet 2019-ben kezdtünk meg. 1800 darab új autóbuszt állítottunk forgalomba Magyarország útjaira, és jelen pillanatban is 1000 darab új autóbusz beszerzése van folyamatban. Jövő évben, ha elérünk ennek a programnak az első nagyobb mérföldkövéhez, elmondhatjuk azt, hogy 45%-a a Volánbusz flottának megújult. Ezzel a fejlesztéssel, illetve ezekkel a fejlesztésekkel már most az 1800 busszal elértük azt, hogy 10 millió literrel kevesebb üzemanyagot fogyasztunk egy évben. Ez Magyarország 2 napi üzemanyagfogyasztásának megfelelő mennyiség, illetve 27 ezer tonnával kisebb a Volánbusz flottájának a széndioxid kibocsátása. Ezt a 27 ezer tonnát pedig úgy érdemes elképzelni, hogy 15 ezer darab személygép járműnek az éves károsanyag kibocsátása. Ezek a buszok javarészt helyközi buszok. Szabolcs-Szatmár Berek-megyébe is érkezett az elmúlt 2 évben 60 darab új busz. És a másik szegmensünk a helyi szegmens, ami az önkormányzatok megrendeléséből a helyi közlekedést biztosítjuk. Itt pedig az autóbusz megújítási program most fog kezdődni. Nyíregyházi helyi közlekedést, ha tekintjük, polgármester úr hathatós és igen progresszív hozzáállásának köszönhetően közoprogramból 4 évvel ezelőtt MM buszok érkeztek, gázbuszok érkeztek, ami az alternatív hajtásnak az egyik legjobb és legalkalmasabb módja. És a maradék buszdarabszám, ami a 41 ugye, gázbusz, és közben 39 darab dízelbusz maradt még szolgálatban, ennek a lecserélésére nyílik most lehetőség. A magyar kormány meghirdette a zöld busz programot, és az önkormányzat, illetve a Volánbusz ZRT közösen fog pályázni, és 21 darab szóló elektromos autóbusz lecserélésére fogunk pályázni.
várhatóan, ha megnyerjük, akkor 80%-os támogatási intenzitást nyújt az állam majd az autóbuszok beszerzéséhez. Azt hozzá kell tenni, hogy egy elektromos autóbusz jelentősen drágább, kétszeres, háromszoros áron kapható, mint a dízelbusz, ezért is fontos ez a támogatási lehetőség, illetve hát a töltési infrastruktúrát is ki kell építeni, ezt pedig az állam 60%-kal támogatja. A fenntartása, hogyha a bekerülési költséget nem nézzük a támogatás miatt, akkor olcsóbb, közel a fele egy dízelbuszénak. Egy olyan költség van, ami előjöhet 6-8 év után, ez majd az akkumulátorpak cseréje. Cserébe viszont nem kell a motort javítani, mert nincsen benne hagyományos motor. A zöld busz programot az Információs és Technológiai Minisztérium háttérintézményeként a HUMDA ZRT koordinálja. A korszerűtlen buszparkok cseréje az ország egyes területein már elkezdődött. Mintegy 127 darab elektromos autóbusz beszerzésre nyújtottunk már támogatást, és ezek közül 40 darab már Budapest elővárosában a Volánbusz üzemeltetésével rója az utakat. Ezeket különböző rendezvényeken a szélesebb utazóközönség is megismerette, így a eukarisztikus konferencia és különböző expóknak a utazóközönségét szállíthatta ez az autóbusz. És a következő autóbuszok pedig a közeljövőben fognak érkezni, május, június és a év hátra lévő részében mind a 127 darab autóbusz üzembe fog állni. Az elektromos gépjárművek károsanyag kibocsátása a felhasználás helyén nulla. A szállópor koncentráció mellett a zajterhelés is jelentősen csökken. Hosszú távon az elektromos buszok használata egy egészségesebb, élhetőbb környezetet biztosít az ott élők számára. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!